Mert azért szálltam le a mennyből, hogy ne a magam akaratát cselekedjem, hanem annak akaratát, aki elküldött engem. János 6:38. Jézus Istennek a cselekvő akarata. Jegyezzük meg! Az Úr Jézus Krisztus azért lépett színre, hogy felfedje előttünk az atyát. Minden, amit Jézus tett, az atya akarata volt. Nos, mit tett Jézus? Egyebek mellett szerte járt, jót tett, és meggyógyított mindenkit, akit az ördög elnyomott. Abcsel 10.38 Jézus egyetlen egyszer sem mondta senkinek, aki hozzá ment gyógyulásért, hogy az atyád nem akar téged meggyógyítani. A János 14 szerint Filep azt kérte Jézustól. Mutasd meg nekünk az atyát! Jézus pedig azt felelte. Filep, annyi idő óta veletek vagyok, és mégsem ismertél meg engem. Aki engem látott, látta az atyát. Ha látni akarod Istent munkálkodni, akkor néz Jézusra. Ha hallani akarod az atyát beszélni, akkor figyelj Jézusra. Ő az Atya kifejezett akarata és célja. Jézus a földi szolgálata során szerte járt, jót tett, és meggyógyított mindenkit, akit az ördög elnyomott. A zsidó 13.8-ban ezt olvassuk: Jézus Krisztus tegnap és ma. És örökké ugyanaz. Ő tegnap gyógyító volt. Mára már feladta volna ezt a hivatalát? Nem. Hála istennek, nem adta fel, mert ő tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Megvallás. Jézus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Jézus ma is a gyógyító. Szívből hiszek ebben. Mivel a szívemben hiszek ebben, elfogadom őt gyógyítomként. Elismerem őt gyógyítomnak. Ő az úr, az én gyógyítom.